Testvérek, napjainkban, amikor ezt a nehéz időszakot éljük meg, 100 000 okunk lenne arra, hogy féljünk, hogy bepánikoljunk, hogy remegjünk. A Máté evangéliumát olvassuk, benne az áll, ne aggódjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mibe öltözködtök, mennyei atyátoknak gondja van erre. Marosvásárhelyen, a plébánia udvarán járva többször feltekintek a tanulmányi háznak a feliratára, amely így szól, Deus providebit, ami annyit jelent, hogy Isten gondoskodik. Arra biztatlak titeket, hogy írjátok le egy kis cetlire, tegyétek a zsebetekbe, hogy Isten gondoskodik, vagy esetleg a telefon emlékeztetőbe, és ne féljetek, bátorság, mert Isten valóban gondoskodik.